A mai videó viszonylag érdekesnek mondható abból a szempontból, hogy a megszokottnál egy kicsit másabb témakörrel foglalkozunk, de tőlünk nem idegen témakörrel. Ugyanis az Ágató volt olyan jó erc, és megkeresett minket azzal, hogy nincs a kedvünk esetleg beszélni azokról a dolgokról felületesen, amiket ők most streamereknek ajánlanak. És erről eszembe jutott az, hogy mekkora szívás volt akkor, amikor mi elkezdtünk YouTube videózni és vagy streamelni ez az egész dolog, és hogy micsoda durva dolgokat kellett keresgélni a neten, meg micsoda dolgokat kellett megvásárolni az eBay-ről ahhoz, hogy nagyjából ki tudjuk hozni nézhetőre a streamet. Ehhez képest a mai helyzet tulajdonképpen plug and play, tehát mindent meg lehet úgy rendelni, ahogy van, és minden működik. Ugye ebben belenézünk olyan formában, hogy arra gondoltuk Janival, hogy megmutatjuk, hogy ebben a karantén időszakban mennyire borzasztóan nehéz összerakni egy game streamet, hogy eltöltsétek az időtöket mondjuk Twitch-en. Na, szóval annyit nagyjából tudtunk mi is annak idején, hogy mi kell ahhoz, hogy streamelni lehessen. Kell egy számítógép? Igen, akkor azt hittük, hogy egy olyan számítógép, amin lehet játszani. Azt hittük, hogy ez elég. Kellenek fények? Nem tudtuk, hogy miért kellenek fények, és nem tudtuk, hogy hova kellenek fények, meg hogy minek kellenek fények, csak hogy kellenek. Kell egy zöld háttér, mert akinek nincs zöld háttere, az tehát gyakorlatilag off. Tehát ez nem lehet nézni az interneten. Egyébként alapvetően ez sem igaz. És hát valamilyen szinten, hogy is szokták mondani a nézők? Látszódnia kell a fejennek. Amiből jött ugye a legendás mondás a mi csatornánkon, hogy gyakorlatilag hogyan írod le azt, hogy mit csinálunk? Játszom és látszom. Hogy hogyan oldattuk meg ezt az egész dolgot? Régen biztosan emlékeznek rá a régi motorosok ebben a szakmában, hogy hát mi nem volt régen, ami a legjobban befolyásolta azt, hogy nem tudtuk elérni könnyen gyorsan azt a minőséget, amit akartunk. Pénz. Nagyon jó. Helyes a válasz. Pénz nem volt, úgyhogy muszáj volt megoldani olcsón. Ugye minden oldal, minden létező része, mindenféle fotós, meg videós oldalra küldött minket, ahol gyakorlatilag nem volt pénzünk a fényt felrögzítő csavarra sem. Úgyhogy nem maradt más, mint az eBay. Természetesen rengeteg sok tutoriál oldal volt, ami leírta nekünk, hogy hogy leszel te a legjobb streamer, $5. Na most ugye minden ilyen oldal azt erőltette, hogy nem érdemes semmiért fizetni, mert minden szar amúgy is. Ez nem igaz. Úgyhogy abban az időben mi az eBay-hez fordultunk, és mindenféle softboxokat vettünk, amiben egyébként mindig van egy pár, meg mindenféle fotós háttérnek eladott zöld lepedőt. Lepedőt vásároltunk. Ami gyakorlatilag tehát mindig vagy túl méretes volt, vagy túl kicsi volt, vagy beporosodott, mint az állat, vagy fogta magát, és ugye tehát megrogyott, és tele lett mindenféle rojtal, és ugye annyit értünk el a sok tervezgetéssel, rendelgetéssel, meg beállítással, hogy folyamatosan azt kaptuk, hogy gebaszos a green screen. Na most ugye hát ezt elég nehéz volt úgymond leküzdeni, nagyon sok évnek kellett eltelnie, míg a gyártók is komolyabban vették ezt a dolgot, és elkezdtek olyan dolgokat forgalmazni, amik segítették a streamerek munkáját. Na most az Elgató, aki egyébként azóta már fel lett vásárolva a Corsair Gaming által, elkezdte ezt a dolgot, és láttuk, hogy többen bemutatták már azt, hogy hogyan próbálja segíteni a streamerek életét, illetve hogyan próbál segíteni a kezdő streamereknek az Elgató, hogy ne kelljen ezekre a dolgokkal szarakodni, és hogy ugye nyilván minél több figyelmet tudjuk fordítani a tartalomra. Hiszen ez a lényeg. Ma megmutatjuk nektek, hogy hogy kell összerakni, nem hogy kell, mert ez nem egy tutoriál, hogy rakunk össze nagyon egyszerűen egy setupot, amivel tudunk streamelni otthonról, amivel ti is tudtok streamelni otthonról, hogyha bírja a gép. Hiszen mindenki azt hiszi, hogy ez egy ilyen óriási nagy sebészet, pedig egyáltalán nem, és a szoftverek ingyenesek hozzá. Ezeknek az eszközöknek a segítségével, hiszen most már megvan az, hogy felmész egy honlapra, rendelsz két dolgot, és kész a stream. Mi kell ehhez? Az Elgatótól most gyakorlatilag egy viszonylag egyszerű setupot fogunk megmutatni nektek, de ennek a setupnak kétféle fény a része, egyébként ti használhatok egyformát is, csak mi azért kétfélét választottunk, hogy meg tudjuk mutatni nektek, hogy van egyik is, másik is. Az egyik az úgynevezett Keylight R, a másik pedig a Keylight, ezeket majd látjátok, gyakorlatilag ugye a Keylight R a kisebb, ez egy ilyen gömbölyű, kereksarkú négyzet alakú, kisebb jellegű fény, míg a nagy Keylight egy inkább téglalap alakú fény, amit vertikálisan és horizontálisan is lehet használni. Nyilvánvalóan egyébként a nagynak nagyobb a fényereje, és ez egy nagyobb teljesítményű fény, de ez ugye egy ilyen asztalhoz rögzítős típus, majd látjátok a bírólokon, az R viszont egy ilyen állványon állós valami, és ezek mind a ketten Wi-Fi-n keresztül irányíthatóak egyébként a többi állgató eszközzel együtt, de ez a két fénynek gyakorlatilag elégnek kell lennie ahhoz, hogy megvilágítsák a zöld hátteret is, és a fejünket is, és hogy ez elegendő legyen, tehát ezt a két fényt fogjuk nektek így megmutatni, hogy mire jó gyakorlatban, illetve a rolós green screen-t, ami gyakorlatilag,
ha nekünk ilyenünk lett volna annak idején, a kurva életbe. Az egy eszméletlenül praktikus valami, azt is felhúzzuk majd, és megmutatjuk, hogy milyen. Szóval, igazából ahhoz, hogy a stream működjön, nekünk igazából az OBS-re van szükségünk. Az OBS ugye, ez az Open Broadcaster Software, ahogy szokták mondani azok, akik úgy hívják a burgert, hogy burger. Egy ingyenes open source applikáció, mint a Linux. És egy gyakorlatilag folyamatosan update-el van, ezt használja a streamerek 90%-a, vannak, akik alternatív programokat használnak, és van az a két ember, aki valami teljesen furcsa oknál fogva azt a másik streaming platformot használja. Mi annak a neve? XSplit. Az XSplit. Így van. De egyébként az is egy remek szoftver, csak az egy másik bizniszmodell. Mindegy, az ingyenes verzió az OBS, és mi most azt mondjuk nektek, hogyha ti streamelni szeretnétek otthonról a nagy karantén unalomba, hogy lehessen fesztabolni, abban a pillanatban ingyenesen letölthető az OBS szoftver, és gyakorlatilag ezzel fogunk streamelni. Na de, még mielőtt ezt megtesszük, az Elgatónak van egy Gaming Center szoftver, amivel irányítani tudjuk ezt a két fényt, ami nagyon fontos. Úgyhogy ezt kapjuk is le. Na, feljövünk ide az elgató.com-ra, és a downloads alatt itt van a Control Center for Windows, amit ugye le kell rántani, és amennyiben ez így lerántódik, már utána, installálás után fogjuk is tudni használni ezeket a fényeket, ez egyáltalán nem egy nagy szoftver. Na, most, hogy ez így lejött, nincs más dolgunk, mint megnyitni ezt a Control Center-t, és ide kattintani, hogy Add Accessory, és az, igen, gyakorlatilag ahhoz, hogy add-elni tudjuk ezt az accessory-t, be kell kapcsolni a két lámpát. Kész. Na, a Keylight R-t már meg is találtuk, ahhoz már konnektálok. Miután ugye beállítottuk ugye a fényerőt és a színhőmérsékletet, ezzel lehet játszani, amúgy nagyon sok múlik azon, hogy egyéb fény érkezik-e be, stb. Szóval, ha belőttétek a két lámpát és tudjátok őket vezérelni, akkor azzal már alapvetően nem lesz gond. A következő lépés tulajdonképpen ugye a maga az OBS. Szóval a mi setupunk alapvetően úgy néz ki, ha hiszitek, hanem, hogy egy empty screen-nel fog kezdődni. Az empty screen ezt gyakorlatilag mi empty-nek hívjuk azért, mert szeretnénk angolul elnevezni magyar dolgokat, ez az üres. Ez azért van, hogy ez mindig a legfelső szín nekünk így az OBS-ben, itt látjátok, hogy kell cselni, igazából nem adtak hozzá semmit. Ez egy ilyen biztonsági cucc, mindig erre váltunk, hogyha nem akarjuk, hogy lássatok semmit, ami éppen történik, vagy így szoktak kezdődni, vagy záródni az adások, mert tudjuk, hogy így biztos, hogy teljes feketeség van, nem hallatszik bele, hogy valaki pukizik, vagy valami hasonló. A második színünk egyébként, amit így hozzátolunk, ez általában az intro, mi ezt intrónak szoktuk elnevezni. Itt látjátok ezekkel a nyilakkal tudjátok, hogy milyen sorrendben legyenek. Az intro szín igazából egy előre rögzített videófájl, ha hiszitek, hanem. Itt van egy ilyen Media Source nevezetű kis cucc. Legyen Media Source, ez nekem tökéletes egyelőre. És akkor itt kiválasztjuk gyakorlatilag ezt a fájlt. Hogy intro, ezt az intrót már mindannyian ismeritek, és a loopot azt nem fogjuk berakni, hiszen ez nem egy ismétlődő valami lesz, hanem csak egyszer akarjuk, hogy lejátsza. Ezt így hozzáadjuk, és látjátok már intro is az intro, amikor erre kattintunk alapvetően rá. Ez a második szín, amit mi szoktunk használni. A harmadik szín az általában, mi úgy szoktuk hívni, hogy main. Ez az, amikor tudjátok, a fejem látszódik alapvetően, de a játék nem, vagy hát nem tudom, hogy hívjam ezt szakmai nyelven. Ez azon szükség lesz egy webkamerára. Na itt most a main képen tulajdonképpen hozzá kell adjunk egy ilyen video capture device-t, ha hiszitek, ha nem. Ez egyébként alapvetően nyilván a webkamera lesz. Device. Itt kiválasztjuk a C922 Pro-t. Alapvetően a default beállításokat használjátok hozzá, hiszen most csak annyi a dolgunk, hogy kialakítsunk valamit. Na most, ugye itt látjátok, hogy ezt tulajdonképpen oda helyezitek, ahova akarjátok, akkora, amekkorát csak akartok. Itt a main képernyőn igazából nagyban szoktam látszódni, most ezt trackpaddel csinálom, csak hogy még viccesebb legyen, de látjátok, itt vagyok, így tudunk beszélgetni, nagyon fasza látszódunk, és játszunk, hogyha értitek, mire gondolok. Úgyhogy tulajdonképpen itt nincsen más teendők, mint itt a Video Capture Device-ba ezt megoldani. Annyi van, hogy annyit lehet még csinálni, nyilvánvalóan ugye a mikrofon hangját is meg kell oldjuk. A beállításokba hozzá tudjátok adni alapvetően az audio módot, hogy itt külön rögzítse a hangot egy custom audio device-nál, ami a mikrofonba is lehet beépített, vagy magát a laptop mikrofonját is használhatjátok, vagy hozzáadhatok egy külön mikrofont, vagy a headset mikrofonját, ezt majd ti kiválasztjátok. Általában itt szokott lenni egy háttér még pluszban, ami van olyan, hogy mozog, van olyan, hogy nem, régebben mindenféle dolgot használtunk, én most ezt hozzáadok egy új Media Source-t, ez az Media Source 2, csak hogy ne nevezzünk el semmit, és én leszettem is nektek a Mega Man-nek a hátterét, amit imádok, de azt gondolhatjátok. Remélhetőleg ez működni fog. És ezt egy loop-pal hozzáadjuk. Ez most nagyon egyszerű, látjátok, Mega Man kilövi a kis lézerét, és közben mennek a bogyók. Ezt most csak azért csinálom, hogy lássatok nagyjából, mi van, és ugye a Video Capture Device-t most felőre rakjuk, és akkor itt vagyok. Na de, mi a lényeg? Itt most fogjuk a green screen-jét az elgatónak, amit így kipattintok,
és kihúzok magam mögé. Jó, tehát benn van ez a zöld háttér. A fényeken annyit kell igazából állítani, hogy ugye ezt a kis fényt úgy állítjuk be, hogy ugye ezt a green screen-t világítsa meg, úgy nagyjából így nagyjából. Ezt a kis fényt pedig úgy állítjuk be, már csak viccből is, hogy egy kicsit így le, és egy kicsit így inkább az arcomra. Ez egy baromi egyszerű setup. Na most annyit kell tenni, hogy itt a Video Capture Device-ra egyébként, hogyha szeretnétek egy kicsit pörgetni, a filterek között simán ráadtak egy chroma keyt, így gond nélkül, yes. És akkor látjátok, Pisti ki van vágva, adja meg! A similarity-vel, a smoothness-szel, mindenféle dologgal tudtok egyébként játszani, hogy egyre faszább legyen ez az egész dolog. Most van egy jó kis körvonalam. De igazából ezzel nem kell foglalkozni, ezzel a végtelenség lehet játszani, a fényerővel, a színhőmérséklettel, meg mindennel, hogy tökéletesítsétek. Én igazából csak az elmet akarom megmutatni. És hogy látjátok, hogy ugye a zöld háttér igazából csak részben takar ki engem, a szoba többi részét látjátok. Na most, hogyha az alt gombot megnyomjátok, akkor ezen a kis viccen tudtak így állítani, és kivágjuk azokat a részeket belőle, amikor látszik a szoba. És Pisti ezen a kis megamenes hátteren így itt van. Hello. És már működik is, jó mi? Úgyhogy mind kiszedtük a hátteret, van egy main screenünk, mi a tök, már helyettitek, és alapvetően itt hozzá tudunk adni még egy szint, ami általában nekünk a game. A game pedig egy olyan cucc, ugye itt már előre hozzáadtuk a dolgokat, hogyha megfigyelitek. A game egy olyan cucc, hogy itt hozzáadjuk a Video Capture Device-t, ami ugye itt már van egy létező, a webcam, ami látjátok? Már használja is azokat a beállításokat. Jó. És ugye itt van a kis fejünk. Ezt ugye általában a játék közben valamelyik oldalra szoktuk ide tenni, illetve ehhez hozzá fogunk adni egy alapvető Game Capture-t, mint olyat. Ami hát úgy nézhet ki, hogy így a Game Capture-t így hozzáadjuk, és ugye itt kell majd kiválasztanunk igazából, hogy mi az az eszköz, amit szeretnénk, vagy mi az az ablak, amit szeretnénk majd felvenni, ezt rögtön megmutatom. Ezen kívül pedig, ezt már nem mutatom meg, szokott lenni egy outro screenünk, ha hiszitek, ha nem, ami meg az outro-t tartalmazza, és így szoktunk ezek között váltani. Egyébként mi használunk hozzá elgató stream decket, de azt majd egy másik videóban megmutatjuk nektek, amivel egyébként lehet a lámpákat is vezérelni, de ezt a poént nem lőjük most le. Szóval nagyjából ennyi ezt a setupot belőli. A háttérben, látjátok, elindítottam a Broforce-t alapvetően, nem látjátok, csak most megmutatom, hogy a Properties-be itt simán kiválasztjátok a Specific Window-t, ez nagyon fontos, és a Specific Window a Broforce. És ha minden jól megy, és ezt leokézzük, akkor a Broforce itt van mögöttem, azt a kurva élet! Ezt vett le mi? Oké, okay. Szóval látjátok itt a Broforce alapvetően, hogyha ebből így kialtabozok én, akkor látjátok itt vagyok ugye benne, nagyon fasz ez a szín, és tulajdonképpen látjátok ennyi idő alatt össze is sikerült rakni azt, hogy van screenből, és most el fogok tűnni, de itt láttok tovább, van screenből egy üres screenünk, ahol még nem vagyunk sehol, aztán kezdődik a stream, wow, azt a kurva élet, aztán át tudtok váltani a main képernyőre, amint tudtok köszönni egy hello, meg ide tudtok rakni chatet, meg mindenféle dolgot, de ebben most nem megyek bele. Aztán át tudtok váltani a game-re, amivel simán tudtok játszani, és aztán elköszöntek mindenkitől, és húztok a vérbe. Arra kell odafigyelnetek egyébként, hogy itt az OBS beállításaim belül, itt az output, és bocsánat, nem, a stream settings-be ugye beállítjátok, hogy milyen platformon szeretnétek streamelni, ehhez találtok guide-okat amúgy alapvetően neten, videónál pedig beállítjátok azt, hogy milyen felbontásban és hány FPS-sel akartok streamelni, ez baromi egyszerű. Az outputnál itt már ugye a streamingnél a bitrate és a többi beállításokat ki kell tapasztaljátok magatoknak. Nyilván használhatjátok az alapvető beállításokat, mert az a legegyszerűbb, hogyha baromi gyenge a gépetek, akkor itt is kiderül, hogy tudtok-e streamelni vagy sem. És akkor amint kiderül egy test streamben, hogy tudtok streamelni, vagy akár csak felvenni ezzel a szoftverrel, akkor tudjátok szépen feljebb vinni a minőséget, és nézni, meddig bírja a gép. És így látjátok, hogy nagyjából ennyi összerakni egy setupot. Mi ebből a tanulság, és miért csináltuk ezt? Az, hogy komolyan mondom, dühítő, hogy az ember megrendel két fényt, egy zöld hátteret, ami egyébként, hogyha anya azt mondja, hogy ne szobába, hogy nézel ki, Jézus Isten, meg kell egy stúdiónak, mit tudom én? És elfér az ágy alatt. Értitek? Egy 5x4 méteres szar volt a szobában, bazdmeg, 3 évig. De nem gond, egyáltalán nem gond, illetve ilyen kis formátumban gyakorlatilag összecsukva egy sporttáskába elfér ez a két fény. Na most majd a kollégák mutatnak képeket a softboxokról egyébként, ami az eBay-en nagyon fasza, olyan izzók jártak, amik maguktól kigyulladtak. Nem a világításra gondolok, hanem a hőtermeléssel és lánggal járó jelenségre.
Tehát ahhoz képest ez, ami most 2019-2020-ban elérhető a streamingben, az valami vicc. Hogy az ember plug and play megvásárol ilyen eszközt, amit ráadásul a laptopra lehet vezérelni, és körülbelül egy ilyen, hát nem tudom, majd meglátjátok, hogy az összevágott anyag mennyi belőle, egy 5 perc alatt össze tudod rakni egy OBS-t, rányom, hogy start streaming, és engem nem érdekel, gitározol, broforce-ozol, kodozol, vagy te vagy a következő Vali streamer, ahogy Jani mondta, ezzel nem tudok túllépni amúgy ezen a Valin, de most nem ez a lényeg, és abban a pillanatban perek. És ez valami egyszerűnek hangzik, és nyilván mi egy másik szinten streamelünk már, hardware ügyileg, stb. De ahogy nagyon sok streamet láttok, az eszenciája, a lényege ez. Ez gyakorlatilag csak információ, hogy mennyire nehéz összerakni egy ingyenes szoftverbe egy ilyen streamet. Nyilván, hogyha a saját streameteket rakjátok össze, sokkal körültekintőbbnek kell lenni, sokkal igényesebbnek kell lenni, csak mi megpróbáltuk gyorsan megmutatni, specifikusság nélkül, hogy mennyire egyszerű ez az egész alapvetően, és hogy most már mennyire simán megy, és régen micsoda szopó volt. Reméljük, élveztétek ezt az egész dolgot, tényleg információs szinten szerettük volna ezt elmondani, ha már voltak olyan kedvesek az hallgatósok és adtak néhány ilyen eszközt, amivel gyakorlatilag annyit értek el, hogy felbosszantottak, hiszen azóta már van normális setupunk. De most ebben nem menjünk bele. Mondjátok el ti, próbáltatok-e már streamelni, van-e olyan gondotok vagy problémátok, amit nem tudtok egyébként megoldani? A chatben biztos, hogy lesznek sokan, akik majd segítenek nektek válaszolni ezekre a kérdésekre. Csak bátran, ott van a fórumunk egyébként streameléssel kapcsolatban, ott is fel lehet tenni kérdéseket, de én azt gondolom, hogy ez baromi egyszerű, és hogyha egy ilyen alaptucat összeraktok, mert ugye nagyon sokan azt követik el, hogy egy színen próbálnak mindent csinálni. Mi pedig külön szín csináltunk mindennek, amit utána numlokkon tudtok váltogatni, vagy egy stream deckkel, így nem kerülik össze. Ha ezt a vázat megtartjátok, onnantól kezdve csak finom hangolni kell ezt az egészet, és valami egyszerű lesz. Természetesen ti is helyettesíthetitek mama villanykörtéjével, meg éli lámpájával, meg egy zöldre fújt vászonlepedővel ezt az egészet, és streamelhettek úgy is. Az eszencia ugyanaz, csak maximum többet kell pöcsölni a beállításokkal, meg nem hiszem, hogy nagyjönök az éjjeli lámpájának megfelelő a színhőmérséklete, de ettől függetlenül fontos információ, hogy manapság már elérhetővé vált, és hát gyakorlatilag egy online rendelés választ el attól, hogy egy, azt gondolom, viszonylag profi streamer setupot össze lehessen rakni, amit utána magatokkal tudtok vinni. Még mindig dühít, hogy most már van ilyen. Srácok, ha tetszett ez a videó, nyomjatok egy lájkot. Biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben fogunk még mutatni ilyen cuccokat. Különösen a Stream Deck-nek a használatát szeretném még megmutatni nektek, csak most már nem akartam annyira a mélységeibe belemenni ebbe az egészbe, meg az sokkal menőbb lenne a nagy setupnál megmutatni, ami a tényleges streamer setupunk. És ott, ha már a Stream Deck-be belemászunk, ott megmutatom azt, vagy megpróbálom elmagyarázni, hogy nálunk hogy működik egy stream, és hogy mi a különbség majd egy ilyen egyszerű laptopos setup és a között. Minden esetre annyit jelezzetek, hogy kíváncsiak vagytok-e arra a setupra is, vagy sem, mert azért fárasztani nem szeretnénk a népet ezzel. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és legközelebb találkozunk. Szevasztok!